Botrányok, ma kedva már, 20-a, azt hiszem. És láthattátok, tornáztam egy kicsit, mert igazából az volt az eredeti terv, hogy leszerettem volna fürdeni, hogy egy kicsit feléledjek és legyen kedvem tenni-venni itthon. Viszont szerettem volna tornázni is, és nyilván, hogyha lefürdök és utána tornázok, akkor megint le kell fürdenem, az úgy már nem jó. Szóval ezért gyorsan tornáztam, de most, hogy már tornáztam, ugye nem sok mindent mutattam egyébként meg belőle, mert ugye olyan gyakorlatokat próbálok végezni, amihez nem nagyon kell használnom a vállamat, mert az ki akar szakadni a helyéről, amit még mindig. És ezek a gyakorlatok, hogy is mondjam, kellemetlenül érzem magamat, ahogy csinálom a gyakorlatokat, és hogy ezt felveszem és megmutatom, mert ilyen mindegy. Hagyjuk. Szerintem értitek, hogy mire gondolok. Így is, amit megmutattam, az is van egy része, ami kicsit kellemetlen, hogy én ezt megmutatom nektek, de igazából ez csak torna gyakorlat. Szóval mindegy. Imádom a Liptonnak a zöld citromos és mentás teáját egyébként. Ilyenkor nyáron meg aztán jó hidegen, nagyon fincsi. Na de, ugye szerintem nemrégiben tettem közé a videót, az utolsó videót, és abban említettem, hogy jaj, de jó lesz majd most az elkövetkezendő két hétben, mert délutánonként majd tudok videózni, mert ugye a gyerekek most két hetet Csabával töltenek, szóval munka után majd lesz időm, és majd videózok, meg ezt csinálok, meg azt csinálok. Én ezt hittem, aztán kiderült, hogy közben pakolok, hogy haladjak is. Kiderült, vagyis hát ma, amikor mentem be, akkor a főnök asszony mondta, hogy jó lenne, hogyha tudnék túlórázni a héten, mert emberhiányban vagyunk, és tudja, hogy nincsenek itt a gyerekek. Szóval tudja, hogy ráérek, mondhatni, ráérek. És szóval megkért, hogy mi lenne, hogyha túlóráznék a héten, mert szükség lenne rám. És nyilván nem fogok nemet mondani, főleg, hogy ugye tudják is, hogy nincsenek itt a gyerekek, az úgy elég furán is néz neki, meg igazából szerintem én mióta elkezdtem dolgozni, ők a legrendesebb főnökeim, akik valaha voltak, szóval nyilván nem fogok nemet mondani, amikor nekik van rám szükségük, mert ők is ott vannak nekem, amikor nekem van rájuk szükségük, hogyha nem bírok bemenni a gyerekek miatt, mert valamelyik beteg, vagy hogyha éppenséggel beteg a tanárnő, és be kell vigyem magammal az egyik gyereket, vagy mind a két gyereket a munkahelyre, azért sem szóltak még soha, szóval nagyon rendesek, szóval nyilván nem fogok nemet mondani. Csak ugye ez most így keresztül húzta a számításaimat, mert én úgy terveztem, hogy akkor itt délutánonként majd csinálok ezt-azt, és majd tudok nektek videózni. De hát ez most már így akkor esti videózgatás lesz, szóval a fényviszonyok miatt ne haragudjatok. Beállítottam oda a fényemet, szóval remélem azért nagyjából tudom ellensúlyozni a sötétséget, és nagyjából látszódik is, hogy mit csinálok majd. De szóval, ja, úgyhogy a héten, holnap kivételével, mert holnap viszont már előre szóltam, hogy holnap mennem kell a röntgenre és az ultrahangra, és szóval holnap nem tudok sokat, csak egy órát túlórázni. És nyilván mondták, hogy persze, természetesen, azt majd megoldjuk. A többi nap az jó lesz, hogyha tudok menni. És szóval, ja, úgyhogy a héten a videók, amiket fogok készíteni, azok általánosságban este fognak készülni, szóval, ja, a fényviszonyokkal vagyok itt csak bajban, mert ugye az én kis csöpp kis ring lightom az még nem tökéletes, ugye, az nem adja meg azt a fényt, ami egy igazi videó elkészítéséhez
kellene, de hát tudjátok, hogy én nem vagyok profi videós, én csak felveszem azt, amit csinálok, és reménykedem, hogy ezzel segítek másokon. Szóval remélem elnézitek ezt nekem, mert igazából csak ezt tudom most kihozni ebből. Na de, szóval, ugye, voltam dolgozni, aztán ugye szóló leszem, hazajöttem, és csak tükörfolyást tettem, mert nem főztem még a héten. És igazából ezért szeretnék egy kicsit elpakolászni, meg a hűtőből kipakolni, hogy elmessek bevásárolni valamelyik nap, mert szerintem holnap nem lesz rá időm, viszont holnap után lehetséges, hogy délelőtt, még munka előtt felkelek korán, és úgy fogok majd bevásárolni. Szóval addigra szeretném előkészíteni a terepet, a hűtőből kipakolni, meg ugye átnézni, hogy mi van itthon. És a többi, és a többi. Tudjátok, hogy szeretnék ez menni, a bevásárlás, meg menüterv, vagyis hát nem feltétlenül menüterv, csak úgy nagyjából eltervezni, hogy milyen ételeket tudok elkészíteni, meg egyéb dolgok. Úgyhogy most azt fogom csinálni, hogy elmosogatok, elpakolok innen nagyjából, aztán majd kipakolunk együtt a hűtőből. Sajnos a hűtőtakarítást nem láthattátok, mert nem volt memória már a kamerában, és nem vettem észre, szóval nem vettem föl. Úgyhogy ne haragudjatok, abból csak a végeredményt láthattátok. Most viszont már készen vagyok a konyhában, majd csak fel kell majd porszívózni, de nyilván azt már csak holnap, mert már 9:30 van. Szóval az utolsó lépés, ami még itt van, hogy a gyümölcsöket rendbe szedem. Átnéztem, hogy mi jó és mi nem. És igazából még minden gyümölcs jó, hál' Istennek. A szőlő már kezd egy kicsit elfáradni, úgyhogy ezt most meg is mostam, és ezt fogom nasizni még vacsorára, vagyis hát éjszakai vacsi. Vagyis nem, nasi, éjszakai nasinak. Ezt fogom nasolni. A banánok viszont már eléggé elfáradtak, ezt le fogom fagyasztani, ugye ez tökéletes lesz még a turmixba. Sőt, mivel már egy kicsit befeketedett, ezért sokkal édesebb, úgyhogy nem kell annyi cukrot hozzáadni a turmixhoz, így legalább. Úgyhogy ezt mindig leszoktam fagyasztani. És készen is vagyok a konyhával. Én ma estére még azt terveztem, hogy Bélának le kell vágnom a körmét, ugyanis ezt művelte velem a Mira, és csak játszottunk. Szóval meg fogom most fésülni, és le fogom vágni a körmét, valamint ki kell még takarítanom az almot is, mert a szemetet szeretném majd holnap reggel levinni, szóval az kapóra fog jönni, hogyha megcsinálom most az almot, és akkor így holnap reggel le is tudom vinni egyből. Úgyhogy, ja, még az lesz a mai estére, hogy megcsinálom Bélát, és utána én is szerintem lezuhanyzok, és megyek aludni.
Tegnap reggel van már fiúk, lányok, és korán keltem, mert lesz egy telefonos időpontom 9-kor, de még ott nem tartunk. Szóval elindítottam egy mosást, és szóval így láttam, hogy mennyi mosnivaló van, úgyhogy úgy döntöttem, hogy akkor ma mosós nap lesz, és mindent kimosok ma. Így lehet az is, hogy a napokban befestettem a hajamat, nem tudom, észrevettétek-e, és hát ugye én ezt itthon szoktam csinálni magamnak, és összekentem a hófehér zuhanyfüggönyt, szóval el szeretném tüntetni ezt a hajfesték foltot. Nem tudom, a foltisztító kiszedi-e belőle, igazából csak remélem. Ha nem, akkor pedig a napokban úgyis el kell mennie, ugye, bevásárolni. Majd venni fogom Domestos-t, és valószínűleg azt ki fogja azért szedni belőle. Mert szép ez a kis zuhanyfüggöny, és nem szeretnék újat vásárolni helyette. Szóval próbáljuk menteni, ami menthető. Egyelőre a foltisztítót rajta hagyom, mert most a sötéteket mosom, majd később, amikor a világosakat mosom, akkor majd beteszem hozzá. De majd előtte kiöblítem, és újra fogom spriccelni le, hogy a már kiengedett szín összeszínezze a ruhákat. Mert az lenne még csak igazi katasztrófa. Na de és úgy voltam vele, hogy ha már úgyis nekiállok itt sikálni meg minden. Én 90%-ban hófehér cipőket hordok. Szerintem ezt már észrevettétek. Szóval azokat elég sűrűn kell takarítani. Viszont most a szandáljaimra is már ráfér egy kis takarítás, mert többször is felvettem őket már munkába, és ugye munkába nagyon hamar elkoszolódnak, ugye a kávéfoltok, meg a konyhába, hogyha bemegyek, akkor erről beszéltem, szerintem engedi már is a szín, ugye ezt már is ki kell, hogy öblítsen, nehogy véletlenül összefogja saját magát. Még foltos, de már közel sem annyira, mint volt. Úgyhogy be fogom rakni ide a kádba, és újra lefújom. És amikor majd jönnek a világosak, akkor majd csak bedobom velük, mert szerintem ez már nem fog engedni a színét. Úgyhogy egyébként így néznek ki a szandáljaim. Szörnyen néznek ki, úgyhogy ezt most ki is fogom mosni. Szóval, fiúk, lányok, hazaértem az orvostól nemrégiben, és kiderült, hogy inhüvelygyulladás van
a vállamba. Szóval visszaküldött a házi orvoshoz az orvos lényegében. Azt mondta, hogy az eredményekkel menjek nyugodtan vissza, mert egy újabb gyógyszeres kezelést fog valószínűleg felírni a házi orvos. Ugye, hogy a gyulladást le tudjuk vinni, mert az előző alkalommal is gyulladást csökkentőt írt fel a házi orvos, viszont valószínűleg azt mondta ez az orvos, a röntgenező orvos, hogy le fog esni. Hogy valószínűleg nem elég erős gyulladást csökkentőt írt fel, és ezért nem működött, mert elég szépen be van gyulladva, azt mondta, és gyógytornára is majd mennem kell, szóval arra is kell, hogy kérjek majd beutalót valószínűleg. És igazából ez nem is annyira vészes, mert pont itt lent mellettem van egy gyógytornász, szóval ide be is tudok majd jönni és időpontot kérni. És valószínűleg el is tudok majd járni. Egy héten kétszer kell általában ilyen gyógytornákra járni, szóval az nem lesz vészes. Egy héten kétszer le tudok járni majd, valószínűleg délelőttönként. Szóval, ja, ez van, mert egyébként páran kérdeztétek, hogy jobban vagyok-e, meg hogy alakul ez az egész. Sajnos nem, még nem vagyok jobban, remélem, hogy majd a második gyógyszeres kezelés majd segíteni fog, mert így délutánonként már iszonyatosan fájok, legalábbis a vállam az ki akar szakadni a helyéről, ez nagyon fájdalmas, és estére pedig fájdalomcsillapítóval és ezzel a krémmel, ezt is az orvos, házi orvos írta még fel a múltkor. Ez sokat szokott segíteni egyébként. Na, ezzel szoktam tudni elaludni, ennek a kettőnek a kombinációjával, mert egyébként nagyon fáj, és nem tudok aludni tőle. Szóval, ja, itt tartunk most. Most gyorsan szeretnék elpakolni itt a szobámban, mert leszeretnék portalanítani. 2-3 naponta muszáj portalanítani, mert iszonyat por van. Leszeretnék mindent portalanítani, és kiporszívózni is, mert ugye itt szoktam a hajamat csinálni, és mindenhol is haj van. Mióta megvan ez a kis fésülködő asztalom, azóta itt szoktam elkészülni reggelente. Sajnos Béla lelökte a tükrömet, úgyhogy vennem kell egy ilyen kisebb tükröt, ennél szoktam csinálni a sminkemet. Ezt most Melanie-tól csortam, ugye úgy sincsenek itthon, ő most nem használja. Úgyhogy addig még legközelebb eljutok az Axiomba, addig ezt fogom használni. Mert kell a közeli tükör, hogy a szemöldökemet meg tudjam csinálni, meg... Hát igen, végül csak a szemöldökömhöz. Mert én nagyon szemhéj festéket nem használok, csak egy highlighterrel szoktam bekenni a szemhéjamat, és azt is az ujjammal viszem fel, csak nagyon túlzásba nem esek. Csak hogyha valami olyan eseményre megyek. Ami tényleg, azt is akartam nektek említeni, hogy majd nem sokára megyek vacsorázni. Volt anyósomat, elvisszük szélnapi alkalmából vacsorázni barátnőmmel, és vettem egy kis rutit, majd mindjárt meg is mutatom nektek, ezt meg szerettem volna mutatni. Mert sokat szoktatok érdeklődni, hogy milyen ruhákat hordok, meg hova mit veszek föl, meg ilyesmi, szóval gondoltam, miért is ne. És arra is gondoltam egyébként, hogy az Instagramomon fogok egy ilyen highlightot készíteni, mert mindig csak a sztoriaimba szoktam felrakni az outfitjeimet, és az ugye 24 óra után eltűnik,
Viszont, hogyha csinálok egy highlightot, akkor azzal meg tudom tartani a sztorikat is. Szóval gondoltam már rá, és valószínűleg ezt is fogom csinálni a következő outfitet, amit majd posztolok a sztorimba, azt majd belerakom egy ilyen highlightba, és akkor onnantól kezdve már majd lesz egy ilyen outfit of the day highlight ott a profilomon. Szerintem, legalábbis így tervezem. Ezt szeretném. Na de közben ezt még kihúzom. Uramisten, mennyi haj van itt. Szörnyű. Nagyon-nagyon ki kell porszívóznom. Egyébként a szandálok, amiket kimostam délelőtt, azok már meg is száradtak, úgyhogy vissza is rakom őket a dobozba. Szép tiszták lettek, szóval ha holnap szeretném, akkor ezt már fel is tudom venni, mert csak egy-két apró folt maradt rajta, de az nem vészes, meg hát amúgy is munkába fogom még felvenni, szóval úgy is koszos lesz. Menjek a boltba is, mert már nincs itthon kávé, és Bélának sincs macska kaja, szóval muszáj lesz, hogy bemenjek reggel a boltba. Úgyhogy ott fogok indítani holnap reggel. Úgyhogy majd korán kell, hogy keljek. Itt van a ruci egyébként, amit vettem, mert ez már a második ruci, amit veszek. Az első, amit vettem, az is tetszett egyébként nagyon, de tegnap előtt, valamelyik nap, bementünk barátnőmmel a kínaiba, és ott találtam ezt a szépséget, és nem is volt drága, 16 eurót fizettem érte, azt hiszem, és mivel nem sűrűn járok el, ugye nincsenek ilyen kis estéim, vagy koktélruha, vagy nem is tudom, hogy mondjam, úgyhogy annyira nagyon nem akarok sok pénzt költeni rá, és úgy voltam vele, hogy ez tökéletes. Még hogyha csak egyszer veszem is fel, akkor is 16 euró az nem pénz érte. És ez a leopárd, mint az régi szerelmem. Én régen is nagyon szerettem ezt a leopárd mintát, és még mai napig is. Ugye a köntösem is leopárd mintás, a papucsom is, a fülhallgató tartóm is leopárd mintás. Hajgumikat is leopárd mintásokat szoktam venni, úgyhogy kíváncsi leszek, hogy hogyan fog állni. Majd láthatjátok, szerintem. És voltunk egy másik boltban is, és ha már úgyis itt mutogatom a ruhákat, akkor miért nem mutassam meg. Vettem egy ilyen tök jó, sima, egyszerű, fekete, de ilyen kosztümnadrág-szerű nadrágot. És azért tetszett meg, mert ugye rám általában hosszúak a nadrágok, viszont ez gyárilag fel van hajtva, és pont a bokámig ér, úgyhogy ez egy kis magas sarkúval, vagy akár sportcipővel is, attól függ, milyen eseményre veszem föl, vagy hova veszem föl. Ez cuki lehet, mind a két formában. Úgyhogy, ja. Próbálok kilépni a komfortzónámból, így öltözködés szempontjából, mert igazából én farmert és pólót szoktam hordani az esetek 90%-ában. Nem szoktam, még hogyha elmegyek vacsorázni, akkor sem szoktam ilyen kis estéiket felvenni, vagy akármilyen ruhát. Úgyhogy most próbálok elkezdeni kilépni a komfortzónámból, és úgy öltözködni, mint a normális emberek. Akik minden alkalomra másféle öltözetet vesznek föl, nem csak mindig mindenhova farmer és pólót. De, ja, szóval
Ez van. Na de, el is pakoltam itt szépen mindenhol, úgyhogy én most le fogok portalanítani, és ki fogok porszívózni. És ennyi lesz akkor szerintem mára. Köszönöm, hogy megnéztétek ezt a mai videót is. Tartsatok velem legközelebb is. Legyen szép napotok! Sziasztok!